Sziasztok! Mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök. Ez most egy nagyon gyors videó lesz, igazából csak be akarom mutatni a sebemet. Ugye megsértettem a karomat, és úgy döntöttem, hogy igazából energiával fogom csak gyógyítani. És azon kívül, hogy lefertőtlenítettem, nem nagyon csináltam vele semmit. Fény energiával gyógyítottam igazából. És akkor meg is mutatom, tudom, hogy eltelt már 2 hét igazából, de mégis, hogy milyen lett. Később vettem igazából észre, hogy 2 sebem volt. Az egyik az, azt nem vettem észre, csak másnap. Úgyhogy megmutatom, hogy hogyan gyógyultak be. Az egyik az az alsó karomon, amit gyógyítottam energiával, a másikkal nem töröttem. Meg is mutatom akkor, ha megbírom. Ha meg tudom fordítani a kamerát. Tehát akkor ez az, amit fényenergiával gyógyítottam, igazából fénynyelvvel mondhatni, és ő az, hát nem a legszebb látvány, és nem is zoomol, amivel semmi nem történt, és még mindig eléggé ronda és nagy. Most nem akarom, hogy itt akárki is rosszul legyen, itt nem az a lényeg. Na, így talán most látható. Hanem csak az, hogy lássátok a különbséget a 2 seb között. Ugye az egyik az elég mély volt. Az egyik az elég mély volt, a másik pedig szélesebb. De igazából ez lett volna akkor a kis gyakorlatom, amit kipróbáltam. És akkor most egy pár szóba szeretnénk beszélni erről a fénynyelvről is. Nem akarok senkit se nem bepalizni, vagy meggyőzni. Csak elmondom a tapasztalatokat, jó? Ezt, amikor én elkezdtem beszélni, ezt csinálom az anyukámon is. Ő azt hiszi, hogy valami buddhista mantrát éneklek ilyenkor, vagy beszélek, tehát nem tudja. Vagyis nem tudta. Aztán átjött az egyik ismerősöm, akinek volt valami problémája, és akkor mondtam, hogy jó, akkor küldök fényenergiát, fénynyelvvel fogok hozzád beszélni, és akkor megnézzük, hogy mi lesz. És először úgy csináltam, hogy mind a ketten egymás mellett ültek, és párhuzamosan küldtem nekik az energiát. Akkor mondták, hogy csak megnyugodtak. Aztán pedig azt játszottuk, mert mondtam, hogy miért ne, hát teszteljük le, ugye nem kell elhinni. Mondtam, hogy egy bizonyos pontra fogom küldeni az energiát, és nézzem meg, hogy hol érzi, és jelezze vissza. És visszajelezték, és tényleg úgy volt, vagyis ott volt az energia, onnan indult, ott érzékelődött, ahova küldtem. Tehát az egyik az a bal kar volt, a jobb karral volt probléma, de direkt a balba küldtem, másiknak pedig a hasi, mellkasi részbe küldtem, és a kezekre is bizony megérezték, pedig azt kell erről tudni, hogy ők ezzel igazából így nem foglalkoznak, tehát nem gyakorolják, és az egyik, a barátom hisz benne, ismerősöm hisz benne, az anyukám az olyan szó-szó, tehát nem hiszi el csak azért, mert olvasott róla, ami nagyon helyes, mert nem is kell csak azért elhinni valamit, mert valamihol hallottuk, vagy olvastuk. Tehát, de így meg tudták tapasztalni. Úgyhogy igazából ezt tudnám mondani, tehát, hogy igazából nem szükséges hinni benne, ez attól még működik. És az is bebizonyosodik, hogy a testünk tisztasága valamilyen szinten ezt befolyásolja, vagy hát igen, befolyásolja, de még így is azért átjön, csak lehet, hogy többet kell gyakorolni, vagy több energiát kell küldeni koncentráltabban. Tehát azért mondom mindig én ezt az egészséget is ugye elkezdtük csinálni, fölraktam egy pár videót, mindig csak azért mondom ezt, mert úgy könnyebb ellazulni, könnyebb szárnyalni, könnyebb ezeket a dolgokat megtapasztalni, ha tisztább a test. Tisztább a test nincsen úgy lesúlyozva, mert a krumpli és a húsok igazából elég nehezek, energetikailag is, és
Tehát könnyebben rááll a test ezekre az energiákra. Ennyi a lényege. Erről majd fogok csinálni egy bővebb videót, de most igazából csak ezt szerettem volna nektek bemutatni. Nagyon szép napot kívánok nektek, és üdvözlök mindenkit. Sziasztok!